Én első körben felsorolnám az első, a második és a harmadik helyezett zenekarnak járó dolgokat. Igyekszem, hosszú a lista, de igyekszem. Tehát az első díj az a dob. Most nem sorolok, hogy milyen típus, mert marhára nem értek hozzá, tehát ez egy gyönyörű szép Ludwig típusú dobfelszerelés. Azon kívül szintén az első helyzetnek a nyereménye fellépési lehetőség az Oral Sörolimpián. Fellépési lehetőség a Petőfi Csarnok napszínpadán egy ismert zenekar előtt. Ez lehet külföldi is, akár. 3 hónap ingyenes próbatermi lehetőség a Csepel zeneművek próbatermeiben. Interjú lehetőség a Kontakt Rádió Rockfan című műsorában, és egy dal 2 hónapos folyamatos játszása. Interjú lehetőség a Rádió 17 Rock'n'Ride műsorában, illetve a Rockvilág Rockpanoráma műsorában. Interjú lehetőség a Láncszín Rádióban, egy online interjú a rockerek.hu, és fellépési lehetőség a Sziget Halló Fesztiválon. Ez az első helyezett zenekar nyereménye. A második díj egy komplet cintányérszet a Pészt jóvoltából, szintén itt előttem látható. 2 hónap ingyenes próbatermi lehetőség a Csepel zeneművek próbatermeiben, fellépési lehetőség az Oral Sörolimpián, interjú lehetőség a Kontakt Rádióban és egy dal 1 hónapos folyamatos játszása, interjú lehetőség a Láncidi Rádióban és fellépési lehetőség a Sziget Halló Fesztán. A harmadik helyezett nyereménye egy darab Big Zone gitár a Gitárcentrum felajánlásával, szintén itt előttem látható. 1 hónap ingyenes próbaterme lehetőség a Csepel zeneművek próbatermeiben, fellépés lehetőség az Oral Sörolimpián, interjú lehetőség a Kontakt Rádió Rockfan című műsorában, és fellépés lehetőség a Sziget Halló Fesztán. És akkor most elmondom. A harmadik helyezett a Sammy Olsen zenekar.
Kurzus tehetségkutató, Győztes zenekara, a Novo Gravity. Sziasztok! Először gratulálni szeretnék minden zenekarnak. Nagyon jó, nagyon szórakoztató volt az este. Úgyhogy a dobot most nem adom föl. Gyere ide! Gyere ide! Először is megkérném Gönczi Gabot, hogy jöjjön fel a színpadra, mert szeretném, hogyha ő is mondaná majd pár szót, és most Lévei Hangyás László következik. Sziasztok! Köszönjük a megtiszteltetést, mindkét fejre nézek, hogy először is, hogy itt lehetünk a Szaszával. 1987-ben ugyanezen a színpadon álltunk, akkor indult az első csillagszünetig vetélkedő, amit ők is, meg mi is megnyertünk, úgyhogy 25 éve itt nyomjuk a színpadon, reméljük, hogy 27 év volt és ugyanitt állt a fordítva. Másodszorban pedig mindhárom zenekarnak szeretnék felajánlani, és szeretnék, hogyha találkoznánk az Orasör Olimpián Balatonszemesen, illetve reméljük, hogy el tudjátok foglalni a Csepel zeneművekbe, valamikor el tudtok jönni próbálni, és kipróbáljátok azt, és gratulálunk mindenkinek, köszi! Akkor most Gönczi Gabó, a Szigethaló Fesztiválról fog pár szót. Köszönöm szépen, hogy pár szót szólhatok itt. Én is gratulálok minden bandának, mert tényleg megfogtak. Nagyon tetszett ez az egész fiatalos év. Annyit szeretnék inkább elmondani, hogy ez a Szigethaló Fesztivál, ahol meghívjuk mind a három csapatot, akik nyertek. Ez igazából a Cseszi Rock Fesztiválnak a folytatása, de átvettük a szervezést, mert tavaly már nem sikerült valamiért megcsinálni. Úgy néz ki, hogy kb. 80 banda fog fellépni három színpadon, és ezek közül is találhatóan lesznek ezek a bandák, akik ma nyertek ezen a versenyen. És hát gratulálok is még egyszer nekik, remélem ott is találkozunk veletek is, zenekarokon is, és nagyon sok emberrel. És akkor most megkérni Útonosi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, hogy meséljen nekünk pár szót a hangfoglalóról, és arról a zenekarról, akit innen most delegálni fogunk. Jó estét kívánok mindenkinek! Az elmúlt 20 évről beszélt még kollégánk Hangya. Voltak itt régen, és tehetséggondozásban nagyon jó a kezdeményezése, és most úgy gondoltuk, hogy lett egy lehetőség arra, hogy a ország 16 tehetségkutatójával, és ebben a pulzus is benne van, minden egyes tehetségkutatóról egy zenekar bejuthat a hangfoglalás zenész szakmai vásár, hangfoglaló Magyarország 2012-es tehetségkutató országos döntőjébe, ahol 1 millió forintos fődíjért mehet a játék, és egy csomó olyan felajánlással bírunk, amit
minden kezdő zenekar szívesen vesz. Úgyhogy most ezt szeretném ezt átadni a Szemi kontaktnak. Vagy hogy Szemi Alzen bandának. Akkor most arra kérném a zenekaromat, hogy legyenek a kedvesek is, ragadják magukhoz a tárgyereményeket. Több okból is egy, mert már az övék. Az egyik, a másik, hogy a koncertig el kellene vinni őket, mert ugye az orral az itt össze fog őket tüzezni, tehát gyorsan fiúk. Jó? És ott is szeretném, hogy a fotók készülnének a nyereményekkel, hogyha nem okoz problémát. Jó? Tehát mindenki tudja, hogy melyik az övék. De segítek! Ez az enyém. Várjatok!